Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntelek benneteket, kezdjük meg a mi Isten tiszteletünket egy közös énekkel. Imádkozásra hívlak benneteket. Drága jó Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel jövünk te eléd, hogy ismét egy szombaton együtt lehetünk. Együtt lehetünk, még hogyha fizikailag nem is közel egymáshoz, de a technika segítségével mégis érezhetjük azt a közösséget, amelyet te teremtesz bennünk. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk a mi betegeinkről, azokról, akik különböző terheket hordoznak. Olyan jó visszagondolni arra, hogy te a betegségeinkben, az elmúlt időszakban milyen csodákat tettél. Hogyan érezhettük, láthattuk a gyógyítást. De azt is megtapasztaltuk, hogy veszteségeink vannak. Te látod a gyászoló szíveket, te látod azt, hogy melyikünk milyen fájdalommal néz szembe. És hálásak vagyunk azért, hogy ezekre a nehéz percekre is a te áldásodat, a te gyógyításodat, jelenlétedet, oltalmadat kérhetjük. És külön hálásak vagyunk, hogy ma is a te igédet megnyithatjuk. Kérünk, áld meg igét szólóját. Áld meg az ő ajkán az igét, és segítsd, hogy olyan formában szólaljon meg az üzenet, hogy ezt mi megérthessük. Hogy te hozzánk szólsz, hogy te nekünk személyesen szeretnél tanácsolni. Arra kérünk, add, hogy érjen célba a te igéd, érintse a mi szívünket, az elménket, és váljon gyakorlattá. Így kérünk, maradj velünk, és segítsd, hogy ez a szombat alkalmas legyen arra, hogy mi téged dicsőíteni és magasztalni tudjunk. Amen. Thank you.
krónikák első könyvéből olvasom a hálaszöveget. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, amit tettünk. Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted, és zsellérek, mint a mi atyáink is egyenként. A mi életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék, amelyben állandóság nincsen. Ó, mi Urunk, Istenünk! Mind ez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való, és mindazok tiéid. Jól tudom, ó én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jókedvel adtam. S látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívüket te feléd. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked, mert te adtál nekünk az elmúlt héten is erőt, egészséget. Hálásak vagyunk neked a munka lehetőségért, hálásak vagyunk neked a gondoskodásodért, hálásak vagyunk neked, hogy elküldhettük a mi tizedünket és a mi adományunkat a te oltárodra. Köszönjük neked, hogy gondoskodsz rólunk nap mint nap, érezzük a te áldásodat, a te jelenlétedet az életünkben. Kérjük, áld meg a szívünkbe az adakozás lelkületét, te áld meg az adományunkat, te áld meg az otthon maradott részt, és a mi egész életünket. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged. Amen. Várhelyi Rita, József imája. Örökké való. Hogyan történt mindez? Csak te tudod. A karjaimban oly békésen szuszog a te fiad. Ez a csöpség Isten fia. Róla szól kezdetektől minden profécia. Szívesen atya volnék, mégsem vagyok az. Szemeiben már is a te tüzed ragyog, nem az én húsom, és nem az én csontom. De érte, bármikor a véremet ontom. Szeretem őt, mint gyermekemet. De hogyan lesz, hogy én őt felnevelem? Egész életemben egyszerű ács voltam, házat építettem, tetőt javítottam. Hogyan lehetséges szeretnem általad, mint kölcsönzött kincset, melyért áldalak? Hogy lehet az ember Isten fiának az apja? Még akkor is, ha családja hűséges papja. Csak hallgatsz, mint körülöttem az éj. Igédet olvasnám, de erről nem beszél. Úgy félek, rettegek, mi lesz akkor, ha a megírt proféciákat valóra váltja. Szeretném védeni, megóvni őt a bajtól, de úgyis te vezeted majd a magasból. Félek, nem illek majd terveid sorába, ha nehezék vagyok csak. Mi lehet az ára? Hogyan történik mindez? Csak te tudod. De most karjaimban békésen szuszog az én fiam. Kis keze őszülő szakállam fogja, s vele együtt ölelsz te minket karjaidba.
Boldog szombatot mindenkinek. Happy Sabbath to you all. Today I want to talk about somebody who have been forgiven. Ma egy olyan valakiről szeretnék nektek beszélni, aki megbocsátást nyert. You know, who was carrying a guilt of his wrongdoings and was freed by forgiveness. Aki valami rossz tettnek a szomorúságát, lelkiismeret furdalását cipelte, de végül aztán ez alól feloldozást nyert. In Finland every year there's this competition of what word is one of the most beautiful in the language. Finnországban minden évben van egy verseny, hogy melyik a legszebb szó. And of course love comes into the question. És természetesen a szeretet az mindig ott szerepel valahol a listán. Again and again and again. Újra és újra minden évben. But there's one other word that keeps repeating itself year after year. Azonban van még egy szó, ami mindig ott szerepel ezen a listán. Forgiveness. Megbocsátás. Anteeksianto. Bocsánatot nyerni. It's a beautiful word. Egy nagyon szép szó. It's not just a beautiful word, but the what it's conveying, it's something magnificent. Nem csak maga a szó szép, hanem amiről szól, amit magában hordoz, az is csodálatos. It's a difficult topic, and it's touching every people's life in this planet. Egy nagyon nehéz téma. Egy olyan dolog, ami minden egyes embernek az életében valahol előkerül. There's three things that it's attaching itself. Three things that come with forgiveness. Három dolog származik a megbocsátásból. One thing is acceptance. Az első az az elfogadás. Acceptance of who we are. Elfogadni, hogy kik is vagyunk. What type of people we are. Milyen fajta emberek vagyunk. And to accepting the person next to you, who they are. És elfogadni a másik embert olyannak, akik. Then a second thing. A második dolog. It's a responsibility. Az pedig a felelősség. To ask for forgiveness or give to forgive somebody, it attaches itself to responsibility. Responsibility of your actions. Amikor megbocsátunk, vagy amikor bocsánatot kérünk, mind a kettőben ott van a felelősségvállalás. Felelősségvállalás a tetteinkért, vagy a másik emberért. And a third thing is vulnerability. A harmadik pedig a sebezhetőség. To actually even just ask for forgiveness, you are putting yourself into a vulnerable position. Már azzal, hogy bocsánatot kérünk valakitől, már akkor sebezhetővé tesszük magunkat. But the thing is that forgiveness, no matter how vulnerable it makes us stronger. De el kell mondani, hogy a megbocsátás az akármilyen sebezhetővé is tesz bennünket, mégiscsak erősebbé tesz bennünket. I'm going to give you a word of warning. I'm now going to talk about the perfect type of forgiveness. Szeretnélek azonban figyelmeztetni benneteket, hogy nem a tökéletes megbocsátásról szeretnék nektek beszélni. I will talk about the perfect type. Hanem pontosan a tökéletes fajta megbocsátásról fogok nektek beszélni. Because if I'm talking about forgiveness between two people, there are certain issues that might not make it as a perfect experience. Ugyanis nagyon sokszor, amikor két ember közötti megbocsátásról beszélünk, vannak dolgok, amelyek ezeket általában nem ilyen tökéletes megbocsátássá teszik. So if you're asking for forgiveness, the person you are asking it from might never forgive you. Például, hogyha bocsánatot kérsz valakitől, lehetséges, hogy a másik ember nem akar és soha nem is fog megbocsátani. But I just have to tell you, it does free you even asking it. De, no matter what the other person does. Hadd mondjam el, hogy mindegy, hogy a másik ember mit tesz. Az a tény, hogy te bocsánatot kérsz, ez hatalmas felszabadító erővel fog rád bírni.
And the other way around. If you're waiting for a forgiveness from another one, it might happen that the other person is never going to ask for forgiveness for their wrong to doing. És a másik úton is ugyanígy működik ez a történet. Lehetséges, hogy amikor te vársz arra, hogy valaki tőled bocsánatot kérjen, akkor ez sohasem fog megtörténni, mert a másik nem akar tőled bocsánatot kérni. But if you forgive them, de hogyha ezek ellenére te mégis megbocsátasz neki, it frees your energy to be free and concentrate on something else. Akkor hatalmas energiáidat fogja felszabadítani, hogy valami másra tudj koncentrálni, és valami mással tud törődni. Of course, the other person who never asked for forgiveness didn't take a responsibility of their actions. But that's a different question. Természetesen, hogy az az ember, aki viszont nem kér bocsánatot a tetteiért, az nem vállalja a felelősséget. De ez egy másik történet. You have to think about forgiveness as a healing process. It's about healing. A megbocsátásra úgy kell gondolnunk, mint egy gyógyulási folyamatra, ugyanis a megbocsátás az valóban gyógyulás. The healing that healing demands time. A gyógyulás időt vesz igénybe. And for a moment during that healing process, you are vulnerable. You are weak. És ezen gyógyulási időszakban sokszor érezheted magadat gyengének, sokszor érezheted magadat sebezhetőnek. When you heal a wound, for example, you have to take out the bad tissue around the wound so the wound can actually heal. So you have to remove the bad thing for the healing to move on, for the healing to happen. Ahhoz, hogy a gyógyulás megtörténjen, ahhoz, hogy a gyógyulás folyamata előre haladjon, ahhoz szükséges a rossz dolgokat kimozdítani, félretenni. És ilyen úgy is mondhatnánk, hogy mint amikor a sebet meg akarjuk gyógyítani, akkor az elhalt szöveteket, vagy az egyéb problémás szöveteket el kell onnan távolítani ahhoz, hogy a seb begyógyulhasson. And sometimes, I know some of you, like me too, want to scratch the wounds that you have again and again and take away the scrap on top of the wound. És nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, mint amilyen én is vagyok, hogy idegesít a seb maga, és úgy próbálnám elkaparni és eltüntetni a sebet. But what happens with that, you keep reopening the wound. It's the same thing with the forgiveness process. De ilyenkor az történik, hogy mégiscsak újra megsebezzük azt a helyet, és valahogy így van a megbocsátás gyógyító folyamatában is. So you have to let time for yourself to heal with the forgiveness process. Nagyon fontos, hogy időt adjál magadnak a gyógyulás folyamatában. And I have to say that if you have a scar after healing, that scar is actually stronger than the tissue next to it. Hadd mondjam el azt is, hogy amikor behegesedik egy seb és végül meggyógyul, akkor ez a heg maga sokkal erősebb, mint a körülötte lévő szövetek. And actually, that scar is still reminding you of the issues before the forgiveness and during the forgiveness. It's like a reminder type of thing. Egy ilyen seb, egy ilyen forradás emlékeztet bennünket arra, hogy begyógyult a seb, hogy végig haladt ez a folyamat, és hogy valami történt a múltban. So sometimes the scar can be a big one. Van úgy, hogy ez a forradás nagy. But still it doesn't mean that the healing didn't happen. De nem mondhatjuk azt, hogy a gyógyulás nem történt meg. So, it's like the Japanese pot that is fixed with golden thing, the broken pot that is fixed with the gold. Valahogy olyan, mint az a bizonyos japán váza, amit arannyal forrasztottak össze. Now, the story of Peter from the New Testament, it actually the full story of his life is the story of forgiveness.
Péter története az a megbocsátás története. And now we step into the perfect story of forgiveness actually. És igazából a megbocsátás tökéletes történetébe érkezünk meg vele. So Peter was one of the first disciples of Jesus. Péter Jézus egyik első tanítványa volt. During that time there were lots of teachers that were walking around the Roman Empire teaching groups of people. Abban az időben az egész római birodalomban rengeteg tanítót találhattunk, akik különböző helyekre mentek, vándoroltak, és közben tanítványokat gyűjtöttek. It's very Greek way of teaching. It was like a Greek school that time. Ez egy nagyon görög szokás volt, a görög filozófiai iskolák is így működtek. Now Peter, who was called Simon. Péter, akit Simonnak is hívnak. His brother Andreas had been following John the Baptist. És testvére András keresztelő Jánosnak a követői voltak először. And John the Baptist was a cousin of Jesus. Keresztelő Jánosnak, aki Jézusnak volt az unokatestvére. They had around half a year difference in the age. Körülbelül fél év eltéréssel születtek. And God had called John the Baptist to be like a big megaphone in before Jesus, telling who is coming. Jesus is going to come to the world. Messiah is coming to the world. És keresztelő János azt a feladatot kapta Istentől, hogy egyfajta megafon, hangos beszélő legyen, aki tele kürtöli a világot, hogy a Messiás jön, hogy Jézus hamarosan megjelenik. He's a very interesting character. Egy nagyon különösen érdekes karakter. But Peter's brother was following and listening to John the Baptist. Szóval Péternek a testvére keresztelő Jánost hallgatta, az ő követője volt. And he had been telling to Peter about what John the Baptist has been teaching. És ő elmondta azt, hogy mi is végig hallgatta és megtanulta, hogy mit is mond János, és továbbadta Péternek. And what actually happened? Andreas had been with John the Baptist the first time when he saw Jesus, and John said, "There he is. There's the Christ." And they started following Jesus. És azt olvassuk, hogy András és Péter ott vannak a keresztelő János mellett, amikor keresztelő János rámutat Jézusra, és elmondja, hogy ő a világ megváltója, ő Isten báránya. És ez az a pillanat, amitől kezdve ők elkezdik Jézust követni. So Andreas is kind of already following Jesus, trying to ask questions and being curious what Jesus is doing and what Jesus is teaching. And then of course he's telling to Peter, to Simon. Szóval András nagyon érdekelt és nagyon kíváncsi arra, hogy mi az, amit Jézus mond és tanít, és természetesen mindezt megbeszéli Péterrel. They were fishermen in Lake Galilee next to the Galilean Sea. Azt tudjuk róluk, hogy ők mindketten halászok, és mégpedig a galileai tavon halásznak. So one day they were fishing. I think it was early in the morning when they already started to come away from the middle of the lake with their nets. És valószínűleg, hogy az egyik hajnalon, amikor már kezdik befejezni a halászatot, és ott vannak a hajójuknál. Because that time the fish came to the top of the lake. It was easier to fish when it was dark, so it was good to fish during the night. Ugyanis az éjszaka folyamán a halak feljöttek a felszín közelébe, és éppen ezért sokkal könnyebb volt halászni. So they had also friends Jacob and John who were they were working together as fishermen. They were fixing their nets. They were working with their nets, finishing up the night's work. És ők további halászokkal együtt dolgoztak, mint amilyen János is volt, és éppen már befejezték az aznap éjszakai munkát. And Jesus comes and tells them go back to the lake. És akkor Jézus megérkezik, oda megy hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy evezzenek vissza. You know, you have to remember when you read all the gospels that Andreas and Simon knew who Jesus is.
at this point. Úgy tűnik, hogyha az evangéliumokat olvassuk, hogy András és Simon már tudják, kicsoda Jézus ennél a pillanatnál, ennél a történetnél. And they're like, okay, we've been fishing the whole night and we didn't get any fish. It was very frustrating for them. Nagyon frusztráltak, hiszen egész éjszaka próbálkoztak halászni, és nem sikerült semmit sem fogni. But they still went to the lake to fish because Jesus told them. They were curious. De mégis, mint hogyha kíváncsiak lennének, és mégis, amikor Jézus mondja nekik, hogy menjenek vissza, ők engedelmeskednek. And what happens? They start pulling up, they throw a net to the other side of the boat and start pulling it up, thinking that they will not get anything. És mi is történik? Kivetik a hálójukat, egy lehetetlen időpontban elkezdik behúzni, tudva azt, hogy úgyse lesz benne semmi. But it's too heavy for them to pull it from the lake. De túl nehéz számukra ez a háló most hirtelen. They have to shout to the lake shore where Jacob and John were, come and help us so we can get this net out of the water. Ki kell kiabáljanak a társaiknak, Jakabnak és Jánosnak, hogy gyertek segíteni, mert túl nehéz most ez a háló nekünk. The boats were not small rowing boats that they had. Ne ilyen kis evezős csónakokat képzeljünk el. Just go on the YouTube and check the old boats that they used to have in Lake Balaton when they were fishing. They were similar type of boats. Hogyha utána néztek a régi balatoni halászbárkáknak, mondjuk a YouTube-on, akkor nagyon izgalmas látni ezeket a hajókat, ahogyan halásznak. Nagyon hasonlóak voltak az ókorban is a halászbárkák. So basically between the two boats you hang a huge net and you work together. Vannak felvételeken, ahogy látszik, a halászok a két hajón összedolgoznak, mind a két irányból húzzák ki ezt a hálót a két hajó közül a vízből. But it's interesting that Simon, Peter and Andreas went alone. They were not with John. John and Jacob didn't go to the water with them in the beginning. Nagyon érdekes, hogy Jakab és János nincs, mintha nem lenne velük, mintha nem tartana velük kezdetben. They were curious what will happen, but they were not sure that something actually will happen. Mint hogyha kíváncsiak lennének arra, hogy mi is fog történni, de mint hogyha az is bennük lenne, hogy itt úgyse fog semmi se történni. But we are talking about Jesus. He will give you more than you expect. De ne felejtsük el, hogy Jézusról beszélünk, aki mindig többet ad, mint amit elvársz tőle. So they needed Jacob and John to come and help them. And the net, the fish net started to break, so they had to be fast to get all the fish to the boats. És Jakab és János segítségére lesz aztán szükségük, hogy a rengeteg halat ki tudják húzni a hálóval együtt, amivel sietni is kell, mert hogy már kezd szétszakadni a háló a halak súlya miatt. And the boats are going really low when it's so heavy of fish when they come back to the shore. És azt láthatjuk, hogy szinte megtelnek ezek a bárkák a halakkal, sokkal lejjebb hasítják már a vizet, mint ahogy kimentek, ahogy mennek visszafelé a partra. I don't know how much it was Peter who really wanted to go to the water to test it, how much it was Andrew at this point. Sokszor gondolkodom rajta, hogy vajon melyikőjük, András vagy Péter szerette volna jobban Jézust tesztelni, próbára tenni. I think it was Peter. Én úgy érzem a történetből, hogy talán inkább Péter. Because it's the Peter story. Again and again, he is the fast one saying yes to anything that Jesus is doing. Anything that Jesus is demanding them to do. He will say, yes, I'll do it, I'll try. Ugyanis Péter lesz majd a történetekben az a személy, aki azonnal ugrik Jézusnak a szavára, és ha valamit Jézus kér, akkor azt mondja, hogy igen, csináljuk meg, igen, én nagyon szívesen jövök, és csinálom. So, they start following Jesus after this. They leave the fishing business behind and start following Jesus. Szóval a halász munkájukat hátrahagyva elindulnak és követik Jézust.
But Peter knew when there was problems at home whom to turn to very early on. Úgy tűnik, hogy Péter mintha tudná, hogy kihez kell fordulni, hogyha problémái vannak. Because very early on during this time Peter's mother-in-law became ill. Ugyanis az egyik korai története Péternek és Jézusnak az, amikor Péternek az anyósa megbetegedik. And the first thing he has when he's trying to solve this problem is I'll turn to Jesus. Jesus will heal her. És az első gondolata, hogy Jézust kell megkeresnem, mert Jézus meg tudja gyógyítani. Actually, it's very interesting when you read the Matthew, when you just go through this. Hogyha egyszerűen fogjátok és Máté evangéliumát mondjuk úgy elkezditek olvasgatni, vagy Márkot. Actually, Matthew tells after this they started to following Jesus. Jesus is teaching the big first sermon set in the next door of Capernaum. Máté evangéliumában az van feljegyezve, hogy Jézus egy egész prédikációs sorozatot tart meg ott Capernaum környékén, Péter otthonának a környékén. And there after that Jesus is healing a leper. És egy nappal azután, hogy Jézus egy leprás embert meggyógyít, after that he is healing the servant of the what is it in English? Centurion, yeah, sorry. És hogy utána Jézus meggyógyítja a századosnak a szolgáját. So basically the story goes, he saw two of these healing things happening. Szóval Péter tanulja lehet két gyógyításának Jézusnak. So when his mother-in-law gets sick, he runs straight to the Jesus, please come and heal my mother-in-law. És amikor az anyósa megbetegszik, akkor Jézushoz fordul egyből, és azt mondja, hogy gyere, gyógyítsd meg. And so Jesus heals her. És ez is történik, Jézus meggyógyítja az anyósát. And it seems that they had a very good time in there in Peter's house afterwards with the disciples and Jesus. Hogy Jézus és a tanítványok nagyszerű időt töltenek ezután Péter házában. Peter loved his family even though he started following Jesus. Péter nagyon szereti a családját, és azután is sokszor előkerülnek, miután elkezdi Péter Jézust követni. He's a very passionate person. Ő egy nagyon szenvedélyes ember. He is also caring about people around him very passionately. Nagyon szenvedélyesen törődik a más emberekkel is. And when he's with Jesus, he sees lots of these healings happening. És amikor Jézussal együtt jár, nagyon sok gyógyítását láthatja Jézusnak. He also hears lots of teaching in a big crowd or just by themselves, Jesus and the disciples. És Jézus rengeteg tanítását hallhatja saját fülével, akár úgy, hogy Jézus tömegeket tanít, akár úgy, hogy kis csoportban a tanítványokat, vagy akár négy szem közt Pétert tanítja. Then Jesus sees Jesus feeding big crowd of people. Láthatja, hogy Jézus csodásan megvendégel hatalmas tömegeket. You know, 5,000 and after that 4,000, that's lots and lots of people in two different places. Két különböző helyen olvashatjuk, hogy Jézus megvendégel 5,000 embert, aztán a másik helyen, hogy 4,000 embert, nagyon nagy tömegek ezek. I do have to say that he doesn't always understand what Jesus is teaching. So he goes to Jesus and keeps asking questions after questions. A történetekben, mint hogyha Péter nem értené sokszor egyből, hogy Jézus mit akar tanítani, mit akar mondani egy-egy történettel, és utána megkeresi őt, hogy kérdezzen tőle. I think he was the one who was first to question, who had the first... Well, actually, he verbalized the questions first. The others kind of were talking among themselves, the other disciples. Nagyon sokszor, miközben a tanítványok csak egymás között pusmognak, beszélgetnek, akkor Péter az, aki hangot ad a kérdéseiknek, kételjeiknek. He wasn't afraid to go to the teacher, to the great rabbi, to ask simple questions about his teachings. Sosem fél attól, hogy oda lépjen a Jézushoz, a tanítóhoz, a nagy rabbihoz, és feltegyen neki azokat a kérdéseket, amiket nem ért. And the question about who Jesus is, Jesus had with Peter.
És nagyon érdekes. The discussion about who Jesus is. Jesus had it with Peter. És nagyon érdekes az is, hogy azokat a beszélgetéseket, amelyek arról szólnak, hogy kicsoda Jézus, nagyon sokszor Jézus ezeket is Péterrel párbeszédben mondja el. Peter is the one who is open-hearted and who is ready to learn and try new things that Jesus is telling them. Péternek, mintha nyitott lenne a szíve, és kész lenne arra, hogy új dolgokat befogadjon és megtanuljon, mindazokat, amiket Jézus tanít nekik. Now, in the beginning, Jesus had been on a boat with his disciples on the Sea of Galilee. Láthattuk, ahogy Jézus a kezdet kezdetén a tanítványaival egy csónakban ül, és ott van velük együtt. And he was sleeping and the big storm broke while they were in the middle of the lake in the boat. A következő történet is arról szól, amikor Jézus egy hajóban van benne a tanítványokkal együtt, amikor is egy hatalmas vihar kerekedik. They didn't have the signs like on Lake Balaton that get out of the water when the storm is coming. Nincsenek a Galilei-tó körül azok a viharjelzések, mint a Balatonin is, amik jeleznék, hogy most akkor gyorsan, minél előbb partra kell szállni. So they were in middle of the storm and Jesus is sleeping. They had to wake Jesus up to do something about the storm. Szóval képzeljék el, hogy hatalmas viharban, belekerülnek ebbe a hatalmas viharba, Jézus pedig alszik úgy annyira, hogy a tanítványoknak kell felébresszék Jézust. And in the story, you can find it for example in Matthew 8, 8th chapter. In that story, Jesus wakes up and say, don't be afraid. Why are you being afraid? Máté evangéliumának a 8. fejezetében megtalálják ezt a történetet, felrázzák Jézust, Jézus pedig csodálkozva azt mondja nekik, hogy ne féljetek, miért féltek? You don't need to be afraid. I'm with you. Don't you understand? Nem kell félnetek, hiszen itt vagyok veletek. So Jesus goes and tells the storm to quiet down. És Jézus parancsol a viharnak, hogy csendesedjen el. And the whole lake goes totally silent. The storm ends just like that. És az egész tó, és az egész vihar egy pillanat alatt elcsendesedik, megnyugszik, és minden csöndbe burkolózik a következő pillanatban. So after when Jesus was feeding the 5,000, in a way this story happens again. When it comes to Peter. Elolvassuk a csodálatos kenyérszaporítást az 5000 emberrel kapcsolatban, utána, mint hogy ez a történet megismétlődne. Now, do you remember at the beginning, Jesus was giving a lot and lots of fish to Peter. Extra fish. Hogyha végig gondolják, akkor a kezdet kezdetén Jézus rengeteg hallal ajándékozza meg Pétert. The same goes with 5,000 people. Érdekes módon, amikor az 5000-et megvendégeli és megszaporítja a kenyeret, akkor halat is ad, mint hogyha ugyanaz történne újból. There they just started with 5 bread and 2 fish. Egy olyan történet az, amiben 5 kenyérrel és 2 hallal kezdik a vacsorát. After the 5,000 men actually, plus the children and the women and the slaves had eaten. És utána, miután az 5000 itt igazából férfiakra utal, esznek, akikhez kapcsolódnak gyermekek, feleség, esetleg szolga. They had to collect 12 baskets full of leftovers. Akkor azt olvassuk, hogy mégiscsak mindenki miután jól lakott, még maradék is képződik, és 12 kosárral szedik össze a maradékot. Jesus gives more than you expect. Jézus újból sokkal többet ad, mint amire számítanak az emberek. After that, Jesus has been teaching
The whole day we the people around him, so he was tired. Jézus tanít ezután, nagyon elfárad a nap végére. He needs to recharge. Fel kell töltődnie. And the way he recharges, he goes and talks to Father God. És ezt mindig úgy teszi az evangéliumokban, hogy visszavonul és az Atya Istennel beszélget. He tells the disciples to take the boat to the other side of the lake. A tanítványoknak pedig meghagyja, hogy szálljanak hajóba és keljenek át a tó túlsó oldalára. And he goes by himself to pray. Ő pedig visszavonul imádkozni. And what happens during the night between 3 or 6 o'clock in the night? És mi is történik valamikor éjjel 6 óra, 3 és 6 óra között? There's a small storm in the lake, not as big as the previous one. Egy kicsi vihar csap le újból a tóra, talán nem olyan nagy, mint az előző történetben. And the disciples see somebody walking on water. És a tanítványok hirtelen ebben a viharban meglátnak egy alakot, ahogyan a vízen járva közeledik. They can't believe their eyes. És nem hisznek a szemüknek. So when Jesus comes closer, he's shouting to them, don't be afraid. Úgyhogy Jézusnak, ahogy közelebb él, kiáltania kell, ne féljetek. The same thing when he was in a boat in a storm earlier. Don't be afraid. És ugyanez történik a korábbi történetben is, ugye? Ne féljetek, mondja. When the angels came to tell about his birth, the angels said, don't be afraid. De emlékeznek arra, hogy amikor az angyal megjelenik, akkor ott is ez hangzik el, hogy ne féljetek. So they see Jesus. And somebody has a bright idea that moment. Látják Jézust, és valakinek egy hatalmas ötlete támad. And of course it's Peter. És ki más lenne az, mint Péter? The others didn't even think about what kind of idea Peter had. A többiek még csak el se gondoltak volna olyan dolgot, amilyen ötleteket hirtelen Péter kiver a fejéből. Peter was thinking outside the box. Péter mindig valahogy a dobozon kívül gondolkodik. And he says to Jesus, can I walk on water? Can I try that too? It looks very cool. És azt mondja ebben a pillanatban is Jézusnak, hogy én is jöhetek és mehetek a járhatok a vízen. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. So what would Jesus do at this point? Mit tegyen Jézus? Jesus says, yes, just come to me. Jézus azt mondja, gyere, persze, gyere hozzám. So Peter steps to the storming water and starts walking on water towards Jesus. És Péter kilép a hajóból rá a viharzó habokra, és elindul, vízen jár ő is Jézus felé. He has a miraculous experience that moment. Egy csodálatos tapasztalatot szerez ezekben a pillanatokban. Because he was thinking outside the box, he dared to try. Mert hogy a dobozon kívül gondolkodik, mert hogy ki meri próbálni. But what happened with him after that? De mi is történik vele a következő pillanatban? It was also a teaching moment for his later life. Ez újból egy tanító pillanat volt a későbbi életére nézve. I think in later in his life this moment gave him hope. Én úgy hiszem, hogy később az életében nagyon sok reményt adhatott ez a következő pillanat. Because what happened with him is he realizes that he's walking on water and that water is storming, there's wind howling in his ears. Ugyanis a következő pillanatban, ahogy jár a vízen, rádöbben arra, hogy ő egy vihar kellős közepén van, a habok között. He takes his eyes away from Jesus and starts sinking. És a következő pillanatban, ahogy körbenéz, leveszi a szemét Jézusról és elkezd süllyedni. The moment he takes his eyes away from Jesus. Ez az a pillanat, amikor leveszi Jézusról a tekintetét, elkezd süllyedni. He was brave enough to try something that nobody else had tried, and he experienced a miracle. Olyan bátor, hogy kimer valamit próbálni, amit soha senki más nem tett előtte,
és részese lesz egy csodának. But the moment he realized the surroundings were chaotic around him, he starts sinking because he took his eye away from Jesus. De a következő pillanatban, ahogyan megragadja a figyelmét a körülötte tomboló káosz, elkezd süllyedni, mert levette a tekintetét Jézusról. But he didn't drown. De mégsem fog megfulladni. Don't be afraid. Jesus is there. Ne félj, mert Jézus ott van. Jesus was there with his open hand pulling Peter away from the waters. És Jézus ott van, kinyújtott karral, megragadva Pétert, és kihúzva őt a hullámokból. Don't be afraid. Ne félj. And this feeling of getting Jesus, pulling him away from the wetness of the waters, remains in his mind for later experience. És ez a pillanat, ahogyan Jézus megmenti őt a kavargó, örvénylő habokból, ez ott marad mélyen a szívében és a lelkében és a gondolataiban, mert szüksége lesz majd erre a pillanatra később. As you can see, Peter is very passionate. He's very ready to walk the life, his life next to Jesus. Már is érezhetjük ezekből a történetekből, hogy Péter mennyire szenvedélyes, hogy mennyire készen áll arra, hogy a következő pillanatban ott legyen Jézus mellett, és tegyen valami olyasmit, amit más nem. But he's not very strong. He doesn't have the endurance. De úgy tűnik, mintha hiányozna belőle ez a kitartás. Now, the biggest thing that happens in his life is during the night when Jesus is captured before his crucifixion. Tagadhatatlanul életének az egyik legnagyobb történései azon az éjszakán történnek, amikor Jézust elfogják és a kereszt felé halad. When they had the so-called last meal, Jesus told Peter that Peter, you will deny me 3 times tonight. Az úgynevezett utolsó vacsora alkalmával Jézus azt mondja Péternek, hogy 3-szor fogsz megtagadni engem. And of course the answer in Peter's lips is, no, I will never do this. És azonnal kész a válasz Péter ajkain, ilyet soha nem fogok tenni. Peter knew who Jesus is. After Jesus pulled him from the water, Peter said, you are the Son of God. Péter nagyon jól tudja, hogy kicsoda Jézus, hiszen például amikor kimentette és kiemelte őt a habokból, akkor a következő pillanatban megvallja és azt mondja, hogy te vagy az Isten fia. He knows who is his teacher, whom he is following. Nagyon jól tudja, hogy ki az ő tanítója, hogy ki az, akit ő követ. But Jesus knows Peter doesn't have endurance. De Jézus nagyon jól tudja, hogy Péterből hiányzik a kitartás. So, during that night, Jesus takes the disciples to Gethsemane, to the little garden where there's lots of olive trees. Az utolsó vacsora éjjelén Jézus fogja a tanítványait, elviszi őket a Gecsemáni kertjébe, ahol nagyon sok szép olajfa található. Jesus tells them, I need your support. Please be with me. Jézus elmondja, hogy szükségem van a segítségetekre. Kérlek, hogy ti legyetek mellettem. And according to him, what he always did, he turned to Father God and started talking, praying to God. És amit mindig is tesz, visszavonul és elkezd beszélni az Atya Istennel. But what happens with all the disciples, even Peter? És mi történik a tanítványokkal, még Péterrel is? They don't have endurance. Nincs bennük kitartás. They fall asleep. És egyszerűen elalszanak. Twice. Kétszer is. Because Jesus goes and wakes them up. Ugyanis Jézus egyszer visszajön és felébreszti őket. They don't have endurance. De nincs bennük kitartás. But Peter is the one who really, really
understands who Jesus is. De Péter az, aki mégis tudja és érti, hogy kicsoda Jézus. So what happens during that night when Jesus is captured in the among the olive trees? És mi történik, amikor Jézust elfogják az olajfák között? John, the disciple John and Peter go and follow him. Két tanítványa Jézusnak, János és Péter, követik Jézust. In secret, trying to hide away. Titokban, egy kicsit úgy bujkálva. They manage to get to the guard, to the back court where Jesus is during that night. De mégis bejutnak annak a háznak és udvarnak a közelébe, ahol Jézust éppen vallatják. John had a way into the courtyard of the főpap, the main priest. És aztán a főpapnak az udvarába János különböző ismerettségeken keresztül be tud jutni. And on the courtyard there's little fireplaces where people are warming up themselves. Egy olyan hely ez, ahol különböző kis tüzecskék égnek, ami körül melegednek a különböző emberek. There was different servants around the area. Különböző szolgálók a háztartásból. Because in that house there was interrogating Jesus. Many priests and Pharisees were in the house. Ugyanis most a közeli házban éppen Jézust vallatják, és megérkezik több farizeus, több pap is. So Peter goes to the first fire and starts warming himself up and anxiously waiting the news. Úgyhogy Péter is oda szegődik, oda elvegyül ezen emberek között, melegíti magát, és ő is várja izgatottan a híreket, hogy mi is történt. And servant girl is saying, I've seen you. You have been with this man who are they interrogating now. És egy szolgáló lány egyszer csak úgy csodálkozva végignéz Péteren, és azt mondja, hogy én ismerlek téged. Te azzal az emberrel szoktál tartani, akit most épp kihallgatnak. And Peter says, no, I don't know him. És Péter azt mondja, hogy nem is ismerem. And he felt so uncomfortable with the feeling of guilt growing in his heart, so he moves to a different place of fire. És annyira kellemetlenül érzi magát, meg úgy a lelkiismerete is elkezd háborogni, hogy inkább tovább elmegy egy másik tűzhöz melegedni. Then there was a man who said, I've seen you with the man who they are interrogating. És ott pedig egy férfi szegezi neki a kérdést, hogy te nem azzal az emberrel szoktál lenni, akit most éppen kihallgatnak? No, you're mistaken. I don't belong to in that disciple group. És Péter azt mondja, hogy nem, csak tévedsz, valakivel összekeversz, én nem tartozom abba a tanítványi körbe. His guilt grows bigger. És érezhetjük, hogy növekszik benne a lelkiismeret fúdalás. Then there's a third person who's saying, I am sure you are one of his disciples. És egy harmadik ember azt mondja, hogy nem mondasz igazat, én egész biztos vagyok benne, hogy te Jézus egyik tanítványa vagy. So third time, Peter is saying, no, I don't know what you're talking about. És harmadjára is tagad Péter, és azt mondja, nem tudom, miről beszéltek. And then the croak wakes up. És ebben a pillanatban a kakas elkezd kukorékolni. His sound fills the courtyard, and Peter feels the stone of guilt in his heart. Ahogy ez a hang betölti az udvart, hirtelen Pétert teljesen magával ragadja a lelkiismeret furdalás. Jesus told him earlier during that day that this will happen. Jézus mondta neki, hogy ez fog történni. Peter didn't believe that this will happen. Jesus knew it will. Péter nem hitte, hogy ilyen megtörténhet. Jézus mégis tudta, hogy ez fog történni. And Peter felt the enormous guilt in his heart, and he ran away from the courtyard. Péter ez a bűnösség érzése hihetetlen teherrel hihetetlen terhet rak, és Péter úgy érzi, hogy el kell meneküljön innét, kifut az udvarból. And he thought of what he did. He denied Son of God.
és hirtelen szembenéz azzal, hogy mit is tett, hogy megtagadta Isten fiát. So when came the Sunday morning and the women ran into the place where the disciples were, he starts feeling hope. De eljön húsvét vasárnapja, és amikor az asszonyok visszaérnek a hírrel, hogy Jézus feltámadt, újból reményt kezd el érezni. He starts feeling hope, and he starts feeling that there is a possibility of a new start. Remény költözik a szívében, annak a reménye, hogy lehet egy újrakezdés. So when the women come from Jesus's grave and tell to the disciples that it's empty. És amikor a nők hazaérkeznek azzal a hírrel, hogy Jézusnak a sírja üres. And they tell that they've seen an angel who says that Jesus lives. És hogy találkoztak egy angyallal, aki azt állította, hogy Jézus él. And even Maria Magdalena says, I saw him, he is alive. És Mária Magdaléna megtetézi mindezt azzal, hogy én pedig találkoztam vele, láttam, és Jézus él. Just two of the disciples run to the grave. A tanítványok közül csak kettő az, akik elindulnak és odafutnak a sírhoz. John and Peter. János és Péter. That moment gives hope to Peter. He wants to start again with Jesus, so he runs to the grave. Ez a pillanat olyan reményt ad Péternek, hogy azonnal útnak indul, és mindenféleképpen meg akarja nézni, hogy mi is történt ott a sírnál. So was Peter forgiven by Jesus? Vajon bocsánatot nyer Péter? John writes about this. Nagyon érdekes, hogy pont János az, aki ezt a történetet feljegyzi. In the end of Gospel of John. János evangéliumának a végénnél találjuk meg ezt a történetet. Peter said first time, I haven't seen him. Péter azt mondja, I don't know him. Nem láttam, nem is ismerem. And John tells how they are sitting in the Lake of Galilee before Jesus goes back to heaven. És János azt írja le, ahogyan Péter és Jézus újra találkoznak, és ott ülnek a Galilea-tónak a partján, mielőtt Jézus a mennybe menne. Jesus says, do you love me? És Jézus felteszi a kérdést, szeretsz engem? Peter says, yes. És Péter azt mondja, hogy igen. First time. Egyszer mondja ezt. I don't know him, I love him. Egyszer mondta, hogy nem ismerem, és most egyszer mondta, hogy szeretem. The second time, you are mistaken, I don't know him. Másodjára azt mondja, hogy tévedsz, nem ismerem. But Jesus is saying again, do you love me? De Jézus másodjára is feltesz egy kérdést, szeretsz engem? So he has a chance to say, yes, I do love you. Úgyhogy van lehetősége arra, hogy igennel válaszoljon újra. And third time he said that I don't know what you are talking about to the man. És harmadjára azt mondta Péter korábban, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz. And again Jesus is saying, do you love me? És Jézus újból egy harmadik kérdést teszt fel, szeretsz engem? And he said, yes. És Péter elmondhatja harmadszor, hogy igen. Three times he denied Jesus. Háromszor tagadta meg Jézust. Three times Jesus let him to nullify those no's with a yes. És Jézus háromszor ad neki alkalmat arra, hogy azt a három nemet semmit se tegye három igennel. Jesus knew that this is what Peter needed. Jézus tudta, hogy Péternek erre van szüksége. He had a hope of Jesus being there with an open hand who is going to save him like in the water earlier. Hogy tudhatta azt, hogy lesz újból egy kinyújtott kar, amiben megkapaszkodhat, ugyanúgy, mint amikor ott a háborgó tengeren. That's why he ran to the grave. He wanted to say, I'm sorry. Ez az, amiért fut a sírhoz, mert el akarja mondani, hogy annyira sajnálom.
And Jesus was there with an open arm and saying, "Do you love me?" És Jézus vár rá kitárt karokkal, és felteszi a kérdést: "Szeretsz engem?" And Peter said, "Yes, with all my heart." És Péter elmondhatja, hogy igen, teljes szívemből. And after that, when you read in Acts, you can see a man with endurance. És ezen történet után, ha folytatjuk a tanítványok történetét az Apostolok Cselekedetei könyv olvasásával, akkor egy olyan Pétert ismerhetünk meg, akiben kitartás van. He got broken when he said 3 times no to Jesus. Ő eltörött, amikor 3-szor mond nemet arra, hogy ismerje Jézust. The guilt in his heart was heavy to bear. És az az önvád, lelkiismeret furdalás, az szinte elviselhetetlen, ami ezután magával ragadja őt. But if he knew if he has a chance to go back to Jesus, he knew what is the first thing he will talk to Jesus about. De tudta és vágyott rá, hogy mi is az, amit elsőként mondana Jézusnak, hogyha találkozhat vele. He wanted to ask for forgiveness and a new start in their relationship. Mert szeretett volna bocsánatot kérni Jézustól, és egy új kezdetet adni a kapcsolatuknak. And Jesus forgave him. És Jézus megbocsátott neki. And that made Peter strong. És ez Pétert erősebbé tette. After that, in the story of his life, he is strong to go through any storm that was thrown in his way. Ezek után sokkal, de sokkal erősebb, bármilyen viharon is keresztül sétálni, mint korábban. He was truly free. Mert most igazán szabad. He was free from the guilt. Szabad volt a lelkiismeret furdalástól. He had hope in his heart and the freedom that it brings. És a remény és a vele együtt járó szabadság töltötte be a szívét. Jesus fixed him. Jézus megjavította őt. With gold. Arannyal. He was broken, but now he was whole. Péter összetört, de most már újra egész. In Hebrews, Peter actually told us what God is teaching us about forgiveness. A zsidókhoz írt levélben megtalálhatjuk, hogy mit is jelent az isteni megbocsátás. This is God talking to us. Isten mondja ezeket a szavakat. From Hebrews 8 and 12. A zsidókhoz írt levél 8. fejezet 12. verse. For I, God, will be merciful towards their iniquities, and I will remember their sins no more. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. That's God. Ez Isten. With true forgiveness. Akinél igazi megbocsátás van. He will not remember our evils no more. Ő nem emlékszik meg soha többé a mi bűneinkről. Let us pray. Imádkozzunk. Our Heavenly Father, drága mennyei atyánk, thank you for forgiveness. Köszönjük neked a megbocsátást. We want to give our lives into your hands. Szeretnénk a mi életünket a te kezedbe tenni. We want to ask for forgiveness of all our evil deeds, our evil thoughts. Szeretnénk bocsánatot kérni a mi gonosz tetteinkért, gondolatainkért. All the bad things that we are doing to ourselves and to others. Azokért a rossz dolgokért, amelyeket teszünk önmagunkkal szemben és más emberekkel szemben. Thank you that we can come to you and honestly ask for your forgiveness, and you will grant it.
Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, őszintén hozzád jöhetünk, és hogy te igazán megbocsátasz nekünk. We don't need to be afraid to go to you and honestly be in front of you. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és hogy nem kell félnünk, mert te őszintén megbocsátasz. Thank you that you forgive us. Thank you that we can give our lives as we are into your hands. Köszönjük, hogy te olyannyira megbocsátasz, hogy önmagunkat, a mi életünket úgy, ahogy vagyunk, a te kezedbe tehetjük. Thank you that you are a wonderful God. Köszönjük, hogy te egy csodálatos Isten vagy. You are more amazing than we ever can imagine. Te sokkal csodálatosabb vagy, mint ahogy bármikor is elképzelhetnénk. And if we have something bad in our life that we need to work with, I ask you to show it this week. És szeretnénk lekérni arra, hogy mutasd meg ezt, ami számunkra ezen a héten is. And thank you that we can understand that you are there in that storm next to us. With open arms, open hands reaching to pull us to safety. És köszönjük neked, hogy te ma is ott vagy a viharban, kinyújtott karral, hogy megragadj bennünket, és biztonságba helyezzél. And thank you that we have the story of Peter in the Bible that we can learn so much from. És köszönjük, hogy Péternek a történet ott van a Bibliában, amiből annyit, de annyit tanulhatunk. It's a story of hope. A reménység története ez. A renewed relationship with you. Minden egyes veled megélt kapcsolatban. Thank you that you are so wonderful. Köszönjük, hogy te olyan csodálatos vagy. Amen. Amen. Boldog szombatot mindenkinek, és boldog új hetet kívánok.